Az Európai Unió rossz üzenetet küldött a Nyugat-Balkánnak azzal, hogy nem kezdte meg Észak-Macedóniával és Albániával a csatlakozási tárgyalásokat. Ez a véleménye Susanna Grubjesicnek, a külpolitikai központ illetékesének. Nem egyértelmű a bővítés ügye, vagyis az, hogy az EU valóban a bővítés pártján van-e vagy sem. Egyesek szerint megkérdőjeleződött a csatlakozás perspektívája. Közben Amerika is beszállt a játékba, amely szerint a Nyugat-Balkánnak az Európai Unióban a helye. Emeli ki Susanna Grubjesik. Az amerikai Egyesült Államok szerepét abban látom, hogy segíthet befejezni azt, amit az Európai Unió elkezdett. Tehát, hogy folytatódjon a párbeszéd Belgrád és Pristina között, és keressék meg a hosszú távú kompromisszumos megoldást a szerbek és az albánok között. Maga a tény, hogy az amerikai Egyesült Államok nem is egy, hanem két közvetítőt, illetve külön megbízottat delegált, arról tanúskodik, hogy valóban segíteni akar az Európai Uniónak, támogatja az eddigi erőfeszítéseket, és emellett be akarja fejezni azt a munkát, amit az EU szemmel láthatóan nem tett meg. Amerika szerepvállalása mára már egyértelmű. Elhangzanak részükről nyilatkozatok is a nyugat-balkáról, és arról, hogy szükséges a régió országainak uniós csatlakozása. Hogy mennyire nem mindegy, mi történik a Balkánon, mi sem bizonyítja jobban, hogy Amerika ezzel a térséggel külön foglalkozik azáltal, hogy megbízottat küld, aki közvetítői szerepet is vállal. Mondja Jadranka Joksimovic, Szerbia Európai Uniós integrációjáért felelős minisztere. Szerinte Amerika megjelenése az ügyben nem teljesen váratlan és nem szükségképpen rossz. Amikor a régióról beszélünk, szerintem egy erős szuperhatalom érdeklődése, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államoké, semmiképpen sem árt a régió beliek európai törekvéseinek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen lesz hatása Amerika szerepvállalásának az uniós bővítési politikára. Szerintem az Egyesült Államok érdeke is az, ami az Európai Uniónak mindenképpen érdeke kell, hogy legyen, az pedig az, hogy az eddigi bővítési politika ne változzon. Van itt már több elképzelés a bővítéssel kapcsolatban, hogyan maradhatna meg, ha egyáltalán megmarad. Én biztos vagyok benne, hogy megmarad. Az pedig, hogy Amerika szerepet vállalt ebben a kérdésben azt jelzi, hogy mekkora az érdeklődés a bővítés ügye iránt. A régió országainak ez mindenképpen érdekel, de nem csak nekik, hanem természetesen az Európai Uniónak is. Szerbia esetében a koszovói kérdés is kerékkötője a csatlakozási folyamat előrehaladásának. Belgrád állítja, kész a párbeszéd folytatására Pristinával, és kész arra is, hogy kompromisszumos megoldást szülessen. De a dialógus folytatását nem Szerbia akadályozza, véli a szerb külügyminiszter Ivica Beograd. Nem Belgrád rekesztette be a párbeszédet, Szerbiának nincs semmilyen oka rá, hogy kalkuláljon, vagy hogy ne teljesítse azt, amiről megegyezés született Brüsszelben. Pristina az, amely nem tartott be semmit abból, amit a brüsszeli megállapodás tartalmaz, amit egyébként még én írtam alá, amikor kormányfő voltam. Másrészt Pristina az, amely 100%-os vámot vezetett be a bosznia-hercegovinai és a szerbiai árukra. Ez már egy éve így van, óriásiak a károk, erre senki sem reagál. Kérdés az is, hogy meddig tart még, hogy megalakítsák a kormányt, mi készek vagyunk a párbeszéd folytatására. A nyugat-balkáni térség amerikai külön megbizotja is a dialógus folytatását és a két fél megegyezését szorgalmazza. Matthew Palmer erről egyeztetett nemrég Alexander Vucicytyal, Szerbia elnökével. Szerbia nyitott a párbeszéd folytatására, és mindig kész lesz a kompromisszumra. Hogy optimista vagyok-e? Nem vagyok. De hogy mindent megteszek-e azért, hogy itt a békét és a stabilitást megőrizzük, hogy rendezzük a népeink közötti viszonyokat, hogy békében élhessünk egymással, és hogy elérjük a stabilitást a jövő generációi, a gyerekeink számára, akkor azt mondom, mindenképpen mindent megteszek. a generációban a az Unió nem csak Szerbia esetében húzta be a kéziféket, hanem a Nyugat-Balkán más országai esetében is. Ha a bővítés kérdését jegelik, akkor mit tehetnek a régió államai? Iván Gross, a délkelet európai üzletfejlesztési hálózat alapítója úgy véli, az Unió bővítéssel kapcsolatos bizonytalansága nagy hiba, főleg ha gazdasági szempontokból nézzük a kérdést. Emiatt fontos lenne, ha a nyugat-balkán országai gazdasági közösséget alkotnának, együttműködnének egymással. A kis Schengen elnevezésű kezdeményezés, vagyis a régióbeli határok könnyebb átjárhatósága is ehhez járulna hozzá, mondja a szakértő. Wow, a Ebben a helyzetben ez a gazdasági térség még jelentősebbé válhat, ehhez a régió országainak teljes együttműködést kell kialakítaniuk. Amikor az együttműködésről beszélek, nem csak arra gondolok, hogy egymás között kell megvalósítaniuk az együttműködést, hanem a vállalatoknak csoportosulásokat kellene kialakítaniuk, amennyiben ki akarnak jutni az európai és világpiacra. Közös cégeket, konzorciumokat kellene létrehozni, az összefogás nagyon fontos, másrészt pedig így jobb kivitelt is meg lehetne valósítani. De sze Sokak szerint a kis Schengen létrehozása az esetleges uniós bővítésig, ami minden jel szerint el fog húzódni, Kifejezetten hasznos megoldás lenne a nyugat-balkáni országok számára, mind Észak-Macedónia, mind Albánia, mind pedig Szerbia hasznát látná az emberek, az áru, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának. Az összefogás a térség és az egyes országok gazdaságát is fejleszteni, ami később jól jöhet, ha egyszer aktuálisá válik az uniós bővítés kérdése.